más-más célokért tehát, ennek ellenére nagyon ambiciózusan mind a két társaság. Persze az állandó menetelés kapcsán muszáj volt változtatni mind a két oldalon, jelentősen 4 helyen módosult a diósgyőriek összeállítása a vasárnapi Ferencváros elleni idegenbeli mérkőzéshez képest. Bár még gólt sem kapott az újrakezdés óta az Zalaegerszeg, és mind a két mérkőzését látványos futballal nyerte meg, mégis muszáj volt belenyúlni a csapatába Márton Gábornak is. 5 helyen módosítás az eténél, így a házi góllövő lista első 2 helyezettje Bobál Gergely, valamint Radó András sincs ott. A kezdőcsapatban Ikoba fog majd rohamozni. Komoly helyzet nélküli 0-0 egyelőre. Bobál. Na, ebből lehet valami. Lesziák el is durrantotta, de kapu felé. Emiatt azért Danilovics akódott. Molnár. Pozíciót fogott Ivanovszki, és nagyon keményen meg is tartotta. Ebből lehet valami. Molnár kéri vissza, ott a lehetőség. Demjén! A meccs eddigi legnagyobb helyzete. Először nézzük még a helyzetet. Itt Molnár tovább fut, kéri a labdát, és itt szó nem lehet Lesről. Picit kisodródva éles szögből kell lőnie. És jól zárta a sarkot Demjén Patrik. Ostrik. Ott a fejes. Középre tartott Danilovics kezébe. A vendégek is eltalálják a kaput. Katanec tudott megelőzni mindenkit. Valóban várhatunk élvezetesebb mérkőzést. Második félidő meghozza, egy veszedelmes beadás. Nagy ütközés után ő maradt talpon. Az akár rossz fősőbe is bepöröghetett volna. Azért az alaegerszegieknek sincs könnyű dolguk a feláll diósgyőri védelemmel szemben ilyen helyzetben. Ez viszont egy csodálatos indítás. Danilovics repül, Bölle lövi még be az előfekvőbe. És még mindig nem múlt el a veszély, Babati. Bolla érkezik, ballal kapu fölé. Itt érkezik Radó, és úgy, ahogy egy kapusnak kell, mindent elsöpörve kirepül Danilovics. Ez pedig már azért nem volt az igazi. Nem a legmagasabb testfelépítésű, nem a legerőteljesebb testalkatú kapus Demjén Patrik, és ezt próbálják most meg kihasználni a diósgyőriek. Elképesztő forgalmat oda rakva a kapu elé, legnagyobb termető játékosaikkal. Ott is a gól, méghozzá egy öngól. A 68. percre fordulva egy öngóllal szerez vezetést a Diósgyőr együttese. Remekül tekeredik oda a sűrűbe Molnár szöglete. És az a szépe, aki fentről lép a saját kapuja felé, nagyon rosszul dönt azzal, hogy itt így játékba avatkozik. Tabakovics fejét kereste volna leginkább a labda, és lehet, hogy meg is találta volna. Vetítette vissza. És jó a beadás is! Ott az egyenlítés! Bolla! Ez egy kulcs, hogy itt bent tudta tartani Bedi a labdát. Egészen csodálatos ez a beadás. Nem Bobálnak, akire talán jobban számítottak, jobban figyeltek a diósgyőri védők, hanem a hosszú oldalon kis mögött bebújó Bolla Bendegúznak. Ez 5. sárga már a mérkőzésen. 3 hazai, 2 vendég mellett. Szépe fejese. Szépen nagyon igyekszik ugye javítani az öngólját követően. Hát ez a labda. Bolla óriási rendülettel hozza. Még megvan az. Mitrovics. Alálőbből. Bobál helyzetben. Nem jól fejel. De itt nincs Les, és arra számít Bobál, hogy Danilovics jön, ezért átfejelheti fölötte a labdát. De a szerb kapus van olyan rutinos, hogy nem jön. Így az övé. Bőle. Radó veszi át a labdát. Jozta már közben helyzetből, de jól rúgja keresztbe. És ott volt még Bobál Gergő is. A 92. percben lehet, hogy ez volt az Zalaegerszeg meccslabdája. Elmegy a labda a diósgyőri lábak között.
Ügyes sarkazás. És át a másik oldalra, ahol nincs senki. Memolla. Nagyon gyenge beadása. De még lehet valami belőle. Molnár fejes. Kapu mellé. Ez is meccslabda volt. Márkvárt beadása után fejelhette volna be a Diósgyőr három pontot érő gólját.